Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő testvéreim, énekeljük fennállva 89. Zsoltárunk első versét. 89. Zsoltárunk első versét énekeljük. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Thank you.
mi segítségünk és szentesti Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése Istentől jöjjön, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, miképpen keresi Isten a mi szívünket. Olvasom az ő igéjét, amint megíratott számunkra a karácsonyi történetben, Máté evangéliuma második fejezetében, az első 12 versben. Míg a megnevezett helyről Isten igéjét felolvasom, azt helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk. Máté evangéliuma a második fejezetéből így keresi Isten a mi szívünket. Amikor Jézus megszületett a judai Betlehemben Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidó király, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja a népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titakban hivatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment, mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a fölött, a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjét és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Ezért jöjjetek fennállva imához. Megváltó drága úrunk, nem csak a napkeleti bölcsek tettek meg hosszú és fárasztó utat, míg megérkezhettek a betlehemi istállóhoz, hanem te látod, hogy milyen után mögöttünk is, amíg megérkeztünk 2017 karácsonyára. Te látod, hogy hoztuk magunkkal talán az örömeinket, a mi sikereinket, az adventi időszaknak az eredményességét, az elcsendesedésnek a gyümölcsét, vagy éppen hoztuk magunkkal a fáradtságunkat, a megújulás iránti vágyunkat, hoztuk magunkkal könnyeinket, gyászunkat, hoztuk magunkkal kudarcainkat is. De milyen jó Istenünk, hogy ebben a történetben nem arról olvasunk, hogy mindenki teljesen kimerülve összeroppan karácsony estéjén, hanem ott a jászol mellett mindenki megnyugszik. A pásztorok megnyugszanak, a napkeleti bölcsek, amikor megérkeznek az Úr Jézushoz. Megnyugszik Mária és József is, és a mennyei angyalsereg is boldogan nyugtázza. Az Isten terve valóra vált, megérkezett az Isten fia. Urunk, szeretnénk mi is ebbe a mennyei békességbe becsatlakozni. Szeretnénk ráhangolódni, szeretnénk, hogyha átjárná szívünket az a mennyei szeretet, amely eljött az első karácsonykor. Szeretnénk, hogyha békességre, csendességre lelnénk. És most megérintene bennünket a te igéd, a gyermekeknek a műsora, az énekek, az imádságok. Megfognánk a mi lelkünket, és felemelnénk ennek a világnak sötétségéből,
hogy beragyogjon bennünket a te mennyei fényed, a te igazi világosságod. Kérünk Krisztusunk, cselekedd meg ezt a csodát egyen-egyenként a mi életünkben, bármilyen messziről, bármilyen útról is érkeztünk, kérünk hassád bennünket szent lelkeddel, és vezess gondolatainkat magadhoz, a betlehemi királyhoz, a világ megváltójához, az Isten fiához. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 315. dicséretünk 6. versét. Hála legyen mennyvéri szent atyának. Számunkra az imént felolvasott ige szakaszban, Máté evangélium a 2. fejezetének 9. versében eképpen. Miután meghallgatták a királyt, elindultak is, íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve, meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Ámen. Kedves ünneplő testvérek, ti választottátok a legjobb részt. Mármint az ünnep megünnepléséből. Manapság divat az, hogy a karácsonyt nem a család közösségében, és még inkább nem a gyülekezet közösségében ünnepeljük, hanem elmegyünk valahova. Valahova, talán egy wellness szállodába, és ott próbáljuk kipihenni az évnek a fáradalmait. De én hiszem azt, hogy aki eljön ide az Isten közelébe, azt az Úristen kárpótolja minden fáradtságáért, és megajándékozza valami mennyei békességgel és szeretettel, amit sehol az országnak, vagy éppen a világnak egyetlen egy pontján sem lehet megvásárolni. De ha már a szállodáknál járunk, amikor az ember elkezd keresgélni, hogy hova is menjen akár a téli szünetet, vagy éppen egy kicsit a szabadság idejét eltölteni, nézegeti az interneten a szállás helyeket, akkor különböző kritériumok alapján sorolja. Gyerekbarát, gyerekmentes legyen. Legyen bent medence, ne legyen. Legyen hozzá étterem, ne legyen. Vagy csak egyszerűen lerövidítve figyeljük a csillagokat. Egy csillagos, két csillagos, három, négy, öt, vagy még ki tudja három. Mert a csillagok azok magukba foglalnak egyfajta minősítést. Minél több csillagos, egy szálloda, egy hotel, annál többet kínál. A pihenésnek, a relaxációnak annál nagyobb kínálata várod bennünket. És ha az ember elmegy egy több csillagos ilyen szállodába, akkor el is várja, hogy a csillagoknak megfelelő minőségű ellátást kapjon. Mert a csillagok valamit ígérnek, a csillagok egyfajta minősítést jelentenek. És nem csak a szállodák esetében, hanem már a gyermekeknél is, az iskolában. Ha valakit megdicsérek és azt mondtam, na, okosan feleltél, kapsz egy piros pontot, ó, ne tiszteltes úr, legyen már csillag. De mondom, az jó, hát persze, legyen csillag. Na jó, akkor legyen csillag. És felragyog a szememben, nem piros pont, hát piros pont az már nem. A csillag, az a valami. Egy piros csillag, amivel el lehet dicsekedni. Mint ha csak oda tenném a várapomra, és azt mondom, megdicsértek, de nem akárhogyan, piros csillaggal. És nem csak
csak a gyermekek gyűjtik a csillagokat, hanem a katonák is. Katonák is, az egyenruhások, a vállapjaikon gyűjtögetik azokat az elismeréseket, amelyek kifejezik, hogy jól végezték a munkájukat. Egy vagy több csillag, ami katonaságot járt férfi testvérek, én már nem jártam. Talán tudják is, hogy hány csillag milyen rendfokozatot jelent, mert megtanultuk, mert tisztelni kell a sok csillagos embert. Mert az egyfajta minősítést jelent. Csillagokkal látjuk el az éttermeket is, Michelin csillagokkal és az embernek. Ez az, ami garantálja, hogy ott valami finomat ehet. És hogyha tovább megyünk a tengeren túlra, akkor a hollywoodi sétányon is ott vannak azok a bizonyos csillagok a lábunk alatt, amelyek azt mutatják, igen, ő egy nagy színész. Őt elismerjük. Ebben a mai igében is egy csillagról hallhattunk. Azon az éjszakán, amikor az Úr Jézus Krisztus megszületett és eljött erre a világra, akkor napkeleten feltűnt egy csillag. És a napkeleti bölcsek jól tudták, hogy ez nem a véletlennek a műve. Jól tudták, hogy Jézus születése előtt már sok-sok száz évvel megjövendölték, ha eljön a Messiás, azt egy fényes csillag jelezni fogja. Így hát amikor felragyogott annak a fénye, elindultak abba az irányba, ahol azt látták, útra keltek. Aztán olvassuk az igében, hogy ez a csillag megállt a fölött, a hely fölött, az istálló fölött, ahol Jézus volt. Oda vezette a napkeleti bölcseket, az istálló fölé. Istálló. Van, akinek talán van otthon, vagy ha nem, biztosan mindannyian láttuk már. Az nem egy újszülöttnek való hely, de még embernek sem. Azt állatoknak találták ki. Az hideg. Az nyírkos, az kellemetlen szagú, ott nem szívesen lakik az ember, és ott nem szívesen születik meg egy ember. Abban a vidéken és abban a korban nem úgy kellett elképzelni istállót, mint ahogyan most, hanem az valószínűleg egy barlang lehetett, egy barlang istálló, de itt sem jobb a helyzet. Nem egy hotel, de még nem is egy családi ház. Egy hideg, egy nyírkos, egy állatokkal teli hely, ahol megszületik a világ királya, az Isten fia. Az Úristen mégis az első karácsonyon ezt a helyet választotta. És mivel oda született meg az Úr Jézus, ezért ez a hely megszentelődött. És hiába voltak nagy kastélyok, nagy paloták azon a vidéken, mégis ez az istálló vált a legkívánatosabb helyé. Mert oda vágtak a napkeleti bölcsek, oda vágtak a pásztorok, sőt maga Herodes is, még a gyilkos szándékkal maga a király is oda akart menni ebbe az istállóba. Azt mondhatjuk, hogy Jézus egy egycsillagos szálláshelyen született meg. De mégis ez a szálláshely előkelőbb volt, mint egy ötcsillagos szálloda. A falak ugyanazok voltak, az állatok benne voltak, ugyanaz a nyírkos, hideg hely volt, mint az összes többi istálló és szálláshely, csak Jézus személye volt az, ami megszentelte és különlegesítette azt a helyet. És így tette isteni minősítés szerint egycsillagossá, betlehemi csillagossá azt az istállót. Kedves testvérem, te milyen minősítésekre hajtasz? Milyen csillagokra vágysz? Akár egy számítógépes játékban nézek a gyermekekre, akár a munkahelyen nézek a felnőttekre, te milyen elismerésre vágysz, milyen csillagokra vágysz, milyen kitüntetésre vágysz, mit szeretnél, ha ott lenne életednek a vállapján, hogy a legjobb férj, a legjobb feleség, a legjobb szülő, a legjobb nagyszülő, mire vágysz? Milyen csillagokat gyűjtesz, milyen elismerést szeretnél, milyen minősítést szeretnél magadnak megszerezni. És ha azt kérdezném a szállás helyekből kiindulva, hogy most jelenleg milyen minőségű a te életed, hány csillagosra szavaznád azt meg, azt mondod, tökéletes és ötcsillagos az én életem. Tele vagyok boldogsággal, erővel, fiatalsággal, lendülettel, mindenem megvan, boldog vagyok. A szálloda lennék, én ötcsillagos lennék, mondhatod. Vagy lehet, hogy azt mondod, hát nem ötcsillagos, de csak négy. Mert az egészségemmel egy kis baj van.
Vagy lehet, hogy három csillagos, mert azt mondod, az egészséggel meg a családdal is problémák vannak. Bármilyenre is értékelnéd most a te életedet, bármennyi csillagot is adnál szívednek és lelkednek, Isten azt mondja, hogy szeretne téged felminősíteni. Szeretne, hogyha egy csillagos lennél, mégpedig Betlehemi csillagos. Szeretné azt, hogyha a szívedbe költözne az Úr Jézus Krisztus, és így felminősülne a te életed. Az az istálló bármilyen nyírkos és elhagyatott volt, bármilyen szegényes is volt, mivel Jézus ott volt, a világ legértékesebb helyévé vált. És legyen bármilyen szegényes, bármilyen idős, fiatal, bármilyen megtört a te életed, az a legszebb élet lehet. Hogyan? Nem kell elköltözni. Másik városba, másik országba, másik vidékre, nem kell lecserélni a hitves társaidat, a gyermekeidet, úgy, ahogy vagy. Betlehemi csillagos, boldog, irigyvése méltó lehet a te életed. Hogyan? Úgyhogy ezen a karácsonyon engeded, hogy Jézus költözön a szívedbe. Ilyen egyszerű a dolog. Úgy, ahogyan az a nyírkos istálló helyet adott Jézusnak, és irigyvése méltó helyé vált, hogyha ezen a karácsonyon beengeded Jézust a szívedbe, irigylése méltó életed lesz. És néznek már arra, hogy látta többiek. Hát miért örülsz? Olyan szegényesen élsz, beteg is vagy. Minek tudsz örülni ezen a karácsonyon? Annak, hogy van egy megváltó, van egy szabadítóm, van valaki, aki meghallgatja az imádságomat, van valaki, akinek annyira fontos vagyok, hogy még a mennyországot is ott merte hagyni, és eljött értem, hogy meghalljon értem a kereszten, és feltámadva örök életet szerezzen az én számomra. Látszólag nem fog változni semmi, úgy, mint annál a betlehemi istállónál. A falak és a körülmények talán ugyanazok lesznek. Ugyanazt a szürke, nehéz munkára fogod végezni. Ugyanazok az emberek fognak körülvenni, akik néha értetlenkednek, néha idegesítenek, olykor örömet okoznak neked. Ugyanabban az országban fogsz élni, ugyanannyiért fogod venni a kenyeret és a tejet, mint eddig. Ugyanaz a gyógyszereket kell majd szedned napról napra, de mégis más lesz az életed. Mert te betlehemi csillagos életű ember leszel. Olyan ember, aki felett ott ragyog Isten világossága, akire fognak vágyni a többiek is. Vele érdemes beszélgetni, vele érdemes találkozni, mert ő nem mindig csak panaszkodik, nem leszívja az én energiámat, hanem mellette töltekezek. Ő ad békességet, szeretetet, mert ő is megtelt békességgel és szeretettel. Kedves testvérem, Isten így akarja átformálni ezen az estén a te életedet, hogy valami változzon, nem kívülről, hanem belülről, hogy ő felminősítsen téged. Ne a többiek, ne mások dicsérgessenek, hanem ő tegyen téged boldog, megváltott Isten gyermekévé, betlehemi csillagos életűvé. Azonban azt látjuk a világban, hogy a csillagokat el is lehet veszíteni. Ha egy étterem vagy szálloda nem figyel oda arra, hogy a csillagoknak megfelelően adja a szolgáltatását, akkor jön egy bizottság és azt mondja, elveszünk egy csillagot. Többé nem hirdetheted magadat így. És mondhatod azt, kedves testvérem, én már régóta betlehemi csillagos ember vagyok. Én már régóta megtért ember vagyok. Én már régóta Istenben hívő ember vagyok. Mit nekem a karácsony? Mit nekem a Biblia? Mit nekem az imádság? El lehet veszíteni. Nem csak a betlehemi csillagos minősítésünket, de el lehet veszíteni az Úristent. El lehet róla feledkezni. Miközben a fényekben vagyunk, miközben az ételeket osztogatjuk és csak kimerül a bőséges vacsorában, ami karácsonyunk, miközben csak az ajándékokban merjük felfedezni karácsony örömét, el lehet veszíteni ezt a mennyei minősítésünket. El lehet veszíteni, hogyha a gyász, a keserűség annyira ránk telepszik, hogy már elfelejtjük, örök élet vár ránk. Elveszíthetjük betlehemi minősítésünket akkor, hogyha túl nehéznek érezzük az életünk terhét, és lázadozunk az Isten ellen, és azt mondjuk, nem viszem tovább a keresztemet, én nem akarok így élni tovább.
lehet veszíteni, de Isten nélkül nem lehet és nem szabad élni. Mert csak ő vele, csak ő benne lesz boldog és örök életünk. Azt olvasok az igében, hogy a napkeleti bölcsek örömmel érkeztek meg a betlehemi jászolhoz, az istállóhoz, és amikor meglátták a csillagot, átadotta őket a rátalálásnak, a megérkezésnek a boldogsága. Ezt kívánom, hogy ezen az Isten tiszteleten, amikor hallgatjuk majd a gyermekek szolgálatát is, amikor énekünk, amikor imádkozunk, amikor csak egy kicsit csendben vagyunk, és átgondoljuk életünket, hason áll bennünket ez a mennyei öröm. Hazaérkeztem, itt vagyok. Nem csak Jézus érkezett ide, erre a földre és lett az otthonává, hanem én Jézus közelében is hazaérkeztem. És életem felminősül, életem megváltozik. Nem lettem gazdagabb, nem lettem egészségesebb, nem lettem híresebb, nem lettem közkedveltebb, de Isten szemében végtelenül fontossá lettem, mert hiszek bennem, mert ragaszkodok hozzá, és így betlehemi csillagó életünkben lettem. Kedves testvérek, ígéljük át karácsony minden percét, így legyünk együtt, egymással és az Úr Jézus Krisztussal, hogy felminősítve minőségi életünk lehessen az év hátra lévő, sőt az előttünk lévő év és életünk minden napján. Így legyen. Amen. Isten megszólító szavára válaszolva énekeljük a 315. dicséretünknek a 7. versét. 315. dicséretünk 7. versét énekeljük. Ó, örök Isten, dicső szent háromság. Sokszor a lelki értelemben vett életünkre is értjük. Nem élet így sokszor az élet, hogy állandóan aggodalmaskodunk, félünk, hogy nem tudjuk túltenni magunkat a nehézségeken, a veszteségeken. Sokszor érezzük, hogy nem bírunk tovább menni, amikor hordozzuk a munkának, vagy a munkanélküliségnek, a családnak a terhét. Sokszor érezzük, hogy összeroppanunk a kereszt alatt. Drága megváltó Urunk, köszönjük, hogy azért jöttél erre a világra, hogy minőségi életet adj nekünk. Nem világi értelemben, ne úgy, ahogyan a többiek gondolják, nem úgy, ahogyan a többiek teszik, hanem szeretnénk, hogyha olyan minőségi életet adnál mi számunkra, amely te általad minősül fel, amely a te jelenléted által békességet, nyugalmat nyer, amely a te kegyelmedből erőt merít naponta. Szeretnénk ilyen értelemben betlehemi csillagos emberek lenni, akiknek szeretetéből, békességéből, odafordulásából, megbocsátásából azt sugárzik, hogy bennünk ott lakik Jézus Krisztus. Szeretnénk, Urunk, minőségű életet élő emberekként, minőségi munkát végezni, minőségi gyermeknevelést végezni. Szeretnénk, hogyha a mi életünk téged magasztalna és téged hirdetne. Kérjük, Urunk, légy velünk ezen az ünnepen. Légy a hazaérkezőkkel, a hosszú utat megtevőkkel,
Add, hogy boldogan együtt tudjon lenni a család. Add, hogy tudjunk egymáshoz szeretettel odafordulni, őszintén megbocsátani, újrakezdeni emberi kapcsolatainkat. És légy azokkal is, akik úgy jönnek az ünnepbe, hogy fájdalmat hordoznak szívükben, lelkükben, vigasztald és erősítsd őket is. Légy azokkal a kedves testvéreinkkel is, akik talán magányosan ünnepelnek, akiknek távol vannak a szeretteik. Kérünk, hogy valósuljon meg az ő életükben is karácsony csodája. Te eljöttél, emberré lettél, velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Drága Krisztusunk, köszönjük, hogy Te nem csak gyermekké lettél, hanem felnőve feláldoztad magadat, értünk a kereszten, és így a legnagyobb ajándékot adtad, a bűnbocsánatot és az örök életet. Add, hogy ennek tudjunk igazán örvendezni, ennek fényében tudjuk járni életünket, és így tudjunk egymáshoz szeretettel odafordulni. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, áld meg szenteld meg Isten tiszteletünk további részét is. Te, aki így tanítottál imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva, hallgassuk meg a gyermeket, minden mindig saját. Yeah, yeah.
Dicsőség az Istennek mindörökké. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? Szabad-e is tőlem dicsérni a pásztor sereggel? Felekedtek meg angyali igazság? Kölkel gyertezni. Unn az öreg! Oda fagyott az ajtó kilincset biztos, szólj neki! Gyere be öreg! Nem megyek, mert félek, hogy a házigazda belém ölt egy liter bort. Annyi már nincs! A múlság az, ahol lefel. Nem megyek, mert félek, hogy a gazdasszony kiveri a fogamat egy szál korlászon. Öreg, már fogad sincs! Na, akkor inkább bemegyek. Szerencsés jó estét kívánok a házigazdának, a házasszonyának, meg a ház minden lakójának. Hát ti meg itt mulatoztok, hisz szegény öreg apátok tejföl szakállára, hogy nem gondoltok? Pedig három éjjel három nap vándoroltam idáig. Úgy kifáradtam, hogy ne is vekszem úgy. Na az öreg lefekszik, pihenjünk le mi is, mi sokat vándorolunk. Örömén a percben.
tór meglátta, nem volt pompa tórfény, csengő ezüstre, kis pásztor főcskák csótot énekelte. Nem volt gyönge testén, drága sejjem pólya, egy imád szűz asszony takargott a gyorsba, dajkálta, ápolta. Ékes bíborpalás nem volt reája, s ő lett a világnak örök igazsága, királyok királya. Te most is az vagy áldott szent karácsony, mi Betlehemben újjászülője. Újjászülője Betlehemben. Mi Betlehemben legelőször voltál. Újjászülője a kerek világnak, hitünk napfénye szívünkben oltál. Az angyalok ajkán a hozsánna, ma is elhat a pásztorok füléhez, s koldus királyt vezet ma is a csillag, a jászol szent bölcsőjét. Ó szent karácsony ég, csillag világa, ragyog-ragyog, csak változatlan újra. Az én lelkem csak téged vár, s te tőled száz didércfény közt el nem tántorognak. Nekünk Jézus születése azt jelenti, hogy lélekbe el kell gondolni nem. Hogyha igaz hittel találkozunk véle, látalánok a szent ünnep örök lényeg. Boldogság kölcsönöz, arcunknak ragyogás, mert Isten titkába nyerünk be pillantás. Dicsérjük eszértől, de kész életünket, magasztaljunk most is buzgó ének. Betlehem kis falujában, karácsonykor éjféltájban, fiú Isten emberlet, mint kis gyermek született. Őt nevezték Jézusának, édesanyját Máriának, ki Thank you.
kedves testvérek, ha ez a szép este sose érne véget, ha ez a fa mindig itt ragyogna, ha minden est karácsony est volna, ha az angyal mindig köztünk járna, szívünkből soha el nem szállna, mindig vidám angyalének szólna, ó, de szép is, jaj, de jó is volna. Harang zúgjon, ének zengjen, amit kérünk, teljesedjen. Könny ne hújjon, sedd ne fájjon, minden házra béke szálljon. Legyen boldog Szent Karácson! Szeretettel köszönjük a gyermekeknek a műsorát, nekünk már szerint is boldog karácsonyunk van, azáltal láthattuk őket és hallhattuk az ő szolgálatukat. Szeretettel köszönöm meg gyülekezetünk nevében Vanninak a felkészítést, Nagy Anikónak és Tóth Renátának is a próbától nyújtott segítségüket. Mi szeretettel köszönjük a kedves szülőknek is, hogy hétről hétre hozták a gyermekeket. Mi ránk bízták és érdemes volt, hiszen tényleg így meg bearanyozták a mai ünnepünket. Szeretettel látjuk továbbra is őket hittanóráinkon, gyülekezeti alkalmakon és a gyermekisten tiszteleteken. Szeretnénk megjutalmazni titeket ezért a szép szolgálatért, és megkérem Attilát, hogy osszuk ki a gyülekezet ajándékát, és én kívánom nektek áldott ünnepet. Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben karácsonyi legánusunkat, Szabó Angéla Magdolnát, Isten hozott itt van, Isten hozott itt közöttünk. És szeretettel hívogatom a kedves testvéreket a gyülekezeti alkalmunkra, ahol majd az ő szolgálatát is lehet hallani. Holnap délelőtt az úrvacsorás istentiszteletünkön, ahol az énekkar is fog szolgálni 10:30-tól, ezen az istentiszteleten legánus testvérünk szolgál, és karácsony másodnapján ugyancsak 10:30-től kezdődő Isten tiszteletünkön is megálltuk testvérünk, hogy a közöttünk hirdetni Isten igéjét. Már előre tekintve szeretettel várjuk a kedves testvéreket az óévi és az újévi Isten tiszteletünkre.
december 31-én délután 4 órától az óévi istentiszteletünkre és január 1-én 10:30-től az újévi istentiszteletünkre, amelyet egyébként az Európa Rádió is közvetíteni fog majd. Éljük meg a testélet, igen, a földei Jézus Krisztus ünnepének a nagyságát itt a gyülekezet közösségében, és adjunk hálát az mögöttünk lévő esztendőért, ugyancsak az Isten közelében, azért, hogy az ő közelében teljen majd az előttünk lévő év is. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy amikor majd kimegyünk a templomból, akkor a kijáratnál egy készfogással fogunk áldott ünnepet kívánni, és gyülekezetünk egyik tagjának ajándékaként fogadják szeretettel egy mézes kalácsot és a hitnos gyermek által elkészített kis karácsonyi díszt. Fogadjuk szeretettel, nagy szeretettel készültek. És elkészült gyülekezetünk újságja, és aki esetleg nem kapott volna, vagy szívesen minden szeretteinek, fali naptárral együtt, az is ingyen elvihető a templom előterében. Örülök, hogy együtt voltunk és együtt ünnepeltünk. A presbitérium gyülekezetünk minden tagja és családom nevében áldott ünnepet kívánok mindenkinek. Engedjük meg, hogy megtörténjen bennünk a csoda, belénk költözön a mi szívünkbe az Úr Jézus Krisztus, és egy más, egy jobb, egy szebb életet, egy betlehemi csillagos életet tudjunk majd élni az ünnepnapjaiban és az előttünk lévő években egyaránt. Áldott ünnepet mindenkinek és boldog új évet! Áldásvételre készülve énekeljük a 326. dicséretünket. 326. dicséretünket énekeljük. Dicsőség mennyben az Istennek! Thank you.
megkérjük az ajándékoztásban részvevő angyal tárhatunk, hogy induljanak el a helyükre, a gyülekezet pedig fennállva fogadja majd Isten áldását. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked mindenkor békességet. Amen.